és hogy erre kötelezze a bizottságot, hogy ennek a kérdéskörnek a megtárgyalásával foglalkozzon. És ahogy említettem, végül egy technikai, de nagyon fontos javaslatot is szeretnék figyelmükbe ajánlani, ez pedig az országgyűlés legfiatalabb hon atyája, Farkas Gergely képviselőtársamnak a módosító javaslata, melyet benyújtottunk. Ez pedig arra irányul, hogy ne albizottságot hozzon létre az alkotmányügyi bizottság, hanem hozzon létre az országgyűlés maga egy eseti bizottságot. Ennek több indoka is van. Legfontosabb, hogy adjuk meg a súlyát és tekintét, hogy nem egy albizottságban intézzünk el egy ilyen fontos kardinális kérdést. Másrészt tudjuk jó, hogy az eseti bizottságban lehetőség van nem csak az adott bizottság tagjai közül válogatni szakértőket, hanem bármely képviselő, aki ennek a kérdésnek szakértője, tagja lehet, sőt, akár külsős szakmabeliek bevonására is lehetőség van eseti bizottság felállítása esetén. Ezért még egyszer tisztelettel arra kérem Önöket, hogy ezeket a módosító javaslatainkat megfontolni és támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmet! Megköszönöm képviselő úr felszólalását. Következik Karácsony Gergely, az LMP képviselője. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Igyekszem rövid lenni, mert azt gondolom, hogy kivételesen egy olyan dologról beszélgetünk, amiben nagy az egyetértés. Tehát a lehet más a politika támogatni fogja a határozati javaslatot, illetve részt kíván venni a bizottság munkájában, és önmérsékletet fog tanúsítani. Lehet más a politika választási programjában egy egészen másfajta választási rendszer víziója rajzolódik ki, mint ami egy reális kompromisszumként most elérhető a Reformbizottságban. Mi alapvetően egy arányos rendszer támogatnánk, és egy olyan rendszert, amiben a választópolgárok kifejezhetik a személyes preferenciáikat is, tehát egy olyan technikát tartunk a legideálisabbnak, amely lehetővé teszi azt, hogy ne csak a pártközpontok, hanem a választók közös döntés legyen az, hogy személy szerint a pártok listájáról milyen képviselők jutnak be. De tisztában vagyunk azzal, hogy mint a legkisebb frakció, nem a mi szájunk íze szerint fog alakulni a magyar választási rendszer, illetve figyelme veszük azt a nemzetközi tapasztalatot is, hogy általában azok a választási reformok voltak sikeresek világszerte, amelyek inkább kisebb, de jól átgondolt változtatásokat eszközöltek, és egy kiszámítható intézményi környezetet alakítottak ki a választási rendszerrel a választók akaratának a kifejezéséhez. Ezek tehát a jó hírek, azért még egyszer el kell mondanom azt, hogy nagyon szerencsétlennek érzem azt, hogy ez a Választási Reformbizottság olyan szempontból egy megkötött mandátummal indul, hogy limitálva van a parlament létszáma 200 főnél. Én azt gondolom, hogy ha tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy megőrizik a vegyes rendszert, akkor igenis ez a 200 fő, ez komoly technikai problémákat fog okozni majd az egyeztetés során. Ha abból indulunk ki, hogy Magyarországon a választópolgárok 20%-a ismeri az egyéni országgyűlési képviselőjét, és most meg akarjuk duplázni a választókerületeknek a lélekszámát, akkor még jobban gyengülni fog a személyes képviselet. Ha abból indulunk ki, hogy a fair választási rendszereknek van két nagyon fontos kritériuma, hogy a választókerületek nem léphetik át a közigazgatási határokat, illetve abból, hogy nem lehet 10 vagy 15%-nál nagyobb eltérés a választókerületek lélekszámát illetően, akkor már most egy óriási öngondot rúgtunk, mert nem lehet majd olyan választókereti határokat meghúzni, amely mind a két szempontnak megfelel. És még sorolhatnám, hogy a Balsai képviselőtársam hivatkozott a környező országok parlamenti létszámaira. Én azt gondolom, hogy egy listás rendszer esetében működhet a 200 fős parlament Magyarországon is, de vegyes rendszer esetében ahhoz, hogy ez valóban jól működjön, átlátható módon megfeleljen bizonyos technikainak tűnő, de nagyon fontos alapelveknek, nem biztos, hogy kijövünk ebből a 200 főből. Elfogadjuk azt a helyzetet, hogy most már le vagyunk ide szövekelve, de majd a bizottság részletes munkájában ki fog derülni azt, hogy ez bizony komoly problémákat fog okozni. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt is egy nagyon pozitív kezdeményezés a jövendőbeli kormány oldal részéről a paritásos bizottság kialakítása. És szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a választási reformok akkor tudnak igazából sikeresek lenni, és akkor képesek javítani a demokrácia minőségét, hogyha azokat nagy, széles társadalmi konszenzus övezi. Ilyen például az új-zélandi például egy nagyon jelentős változtatást vittek véghez, hogy a relatív többség választási rendszert változtatták meg, egy nagyon hosszú, nagyon sok társadalmi csoportot bevonó
reform folyamat keretében. Ez egy sikeres reform volt, és egyébként ugye részben a maori kisebbség parlamenti képviselőinek a hiánya és az abból származó társadalmi feszültségek kényszerítették ki ezt a reformot. Ott egyébként egy nagyon hasonló technikát alkalmaztak az etnikai kisebbségi csoportok képviseletének a létrehozására, mint amit most a jövendőbeli kormányoldal kezdeményezett. Tehát ez az út is azt gondolom, hogy járhatónak tűnik. Hát Novák Károly képviselőtársam elmondta egy kicsit más vérmérsékletben, amit én gondolok az IMO cédula rendszerről. Azt már mindenképpen előre le kell szögeznem, hogy a lehet más a politika képviselői nagyon erős érvekkel fognak készülni amellett, hogy az IMO cédula rendszert szüntessük meg, vagy legalábbis nagyon alapvetően változtassuk meg. Itt sokat beszélünk arról, hogy milyen adóssága van a magyar parlamentnek. Hát az ajánló cédula rendszerrel kapcsolatosan már 1990-ben az Alkotmánybíróság kifejezte azt a véleményét, hogy személyiségi adatvédelmi szempontból ez a rendszer nagyon aggályos, és javasolta ennek a megváltoztatását. Eltelt 20 év, és tényleg ma már helyi választási bizottságok írás szakértőként döntenek arról, hogy milyen jelöltek indulhassanak, vagy mely pártok indulhassanak a választáson. De ez olyan bizonytalanság, bizalmatlanság veszi körbe a választásokat, hogy mindenképpen ezt a problémát meg kell oldanunk. Még egy technikainak tűnő probléma, de valószínűleg sokkal fontosabb, mint az, hogy mekkora a parlament létszáma, az pedig a területi egyenlőtlenségek problémája. Már talán néhány héttel ezelőtt, vagy néhány perc utaltam rá, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalása szerint az egyéni választókerületek lélekszámában maximum 10% különbség lehet az egyes körzetek között. Magyarországon 270%-os különbségek is vannak, és az Alkotmánybíróság 2007 nyaráig adott haladékot a parlamentnek arra, hogy rendezze ezt a kérdést, és egy sokkal megengedőbb álláspontot képviselt azzal, hogy maximum kétszeres különbség lehet, még ezt sem sikerült megoldani. Tehát azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük a demokratikus választás alapelveit, akkor az egyenlő szavazat elvét mindenképpen érvényesíteni kell majd a bizottság munkájában. És végül egy kicsit szomorú vagyok, amikor hallgattam Répes Jóbert képviselőtársamat, aki arról beszélt, hogy ne húzzuk el nagyon az döntést, mert fel kell készülni a parlamenti választásokra, például ki kell jelölni az új választókerületi határokat. Azért vagyok szomorú, mert nem értem, hogy akkor mire ez a nagy sietség az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan, ahol gyakorlatilag néhány hónapon belül választani fognak az állampolgárok, mégis most akarjuk megváltoztatni a rendszert. Ráadásul sokkal radikálisabban, mint ahogy azt a Fidesz javaslatában a parlamenti választási rendszerre vonatkozik. Egy olyan javaslat van most a ház asztalán, ami szerintem nem eléggé átgondolt, és már nem akarok senkit riogatni az, hogy antidemokratikus, de szerintem igenis csorbítja a helyi demokrácia minőségét, ezt majd egy másik vitában bővebben is kifejteném. Csak muszáj volt elmondanom, hogy ha már a parlamenti választás kapcsán ennyire megfontoltak vagyunk, keressük a konszenzust, és hagyunk időt annak, hogy a rendszer felálljon a következő választásokig, akkor miért kezdünk most bele egy legalább ennyire fontos választási reformba az önkormányzatok területén? Az önkormányzati választás kapcsán nem 90 választókerületet kell majd megrajzolni, hanem sok ezer választókerületet. Ki fogja ezeket megrajzolni, milyen szempontok alapján? Mennyire leszünk megvédve attól a veszélytől, hogy ezeket a választókerületeket politikai manipuláció célja szerint rajzolják meg? Lesz-e idő arra, hogy ezeket a dolgokat alaposan átgondoljuk? Én azt javaslom a jómendőbeli kormány többségnek, hogy ezt a bölcsességet, amit a parlamenti választói reform kapcsán tanúsít, ugyanezt a bölcsességet a helyi képviselőtestületek választása kapcsán is tanúsítsa. Köszönöm szépen a figyelmet. Megköszönöm képviselő úr felszólalását, megadom a szót Gaudi Nagy Tamásnak, a Jobbik képviselőjének. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Határozati javaslattal kapcsolatban néhány rendkívül fontos gondolat mindenképpen még a ház elé tartozik. Novák előtt képviselőtársam részletesen áttekintette azokat az anomáliákat, amelyek valóban jellemzik a jelenlegi választási rendszert, és nyilván üdvözlendő önmagában, hogy egy választójogi reformot előkészítő bizottság, legyen az akár eseti bizottság, legyen az albizottság, de hát a hivatalos frakcióálláspont szerint, hogy eseti bizottság létrehozatalát támogatjuk. Azonban néhány szempontot még figyelembe ajánlanék a többség számára, hogy milyen szempontokat kellene még vizsgálni ennek a választójogi reformmal kapcsolatos bizottságnak. Mégpedig van egy olyan szempont, ami kimaradt, és ami mindenképpen reformra szorul. Ez nem más, mint a népszavazás és népi kezdeményezés.